A ludasi Szabó Batancs fivérek szüleiktől vették át a tejtermelést, akik az 1980-as évek közepén 2-3 tehénre alapozták gazdaságukat. A tejet a háznál feldolgozták, és a termékeket a piacon értékesítették. Manapság az Imlek tejfeldolgozódak adják el a tejet. Hány tehénnel vergődnek jelenleg? Hát most per pillanat 13 van, de átlagban 10-15-tel. Habár ha így marad a tejár, akkor lehet, hogy nem, hogy szaporítsuk, hanem csökkentsük, vagy egyszerűen felszámoljuk. Mi a probléma tejárával? Hát a tejár az, hogy már szinte évek óta nem változott, sőt, néhány évvel ezelőtt még jobban megfizették, mint az utóbbi időben. 7 dinár prémiummal, az a 32-3 dinár. Pár évvel ezelőtt volt 36-37. Egy másik ludasi tejtermelő 11 fejűs tehén tejhasznából él. Elmondta, hogy havonta egy részletben kapják készhez a tejpénzt, de egy hónap késéssel. Mivel nem személyi szinten megy az elszámolás, amióta átvette a szabadkai tejgyárat az Imlek, hanem a bazén átlag szerint fizetnek. És a másodosztályú tej az 23 és 22,5 dinár között szokott mozogni. Úgyhogy és akkor erre kapjuk még mink a 7 dinár prémiumot. A ludasi tejátvevő állomást egy fiatal mezőgazdasági technikus működteti. Az előírásosan kialakított épület hűtőtartályába két nap alatt 1200 liter tejet hordanak össze a kistermelők. Ludason 15 évvel ezelőtt még 50 család foglalkozott tejtermeléssel, ma viszont már csak 11 gazdaságban található 3-tól 15 fejűs tehén. Mennyi pénzt kapnak a kistermelők a tejért? Hát siralmas, 22 dinár 30 parát kapnak a tejért. Hát ezért is vagyunk ennyien, akik hozzák a tejet. Nagyon kevés az ára. Meg hogyha nincs meg a 3000 liter, akkor még azt a 7 dinárt se kapja az ember. Tehát itt a kistermelőknek itten készen van sajnos. Hány tehén kell ahhoz, hogy elérjék a 3000 liter? Hát legalább 4 tehén. Állandó 4 tehén, ami fejl. A tejátvevő elmondta még, hogy az Imlek északbácskai és északbánáti tejátvevő állomásai közül a ludasiban mérik a legjobb minőségi eredményeket. Ennek ellenére a termelők nem kapnak felárat a tejért.